Augusztus 2-áról 3-ára virradó hajnalban mintegy 3000 cigány származású ember vesztette életét az auschwitzi koncentrációs táborok gázkamráiban 1944-ben. Ez a roma holokauszt, amelynek áldozataira emlékeztek Pécsett a Rácz-Aladár közösségi házban. A szervező cigány kulturális és közművelődési egyesület ebből az alkalomból egy kiállítással is készült, ahol roma művészek alkotásai mutatják be az akkori borzalmakat. Megdöbbentő, hogy bár nem éltek ebben az időszakban, de mégis olyanok a képek, olyan megrázóak, mint hogyha tényleg ott lettek volna ezekbe a haláltáborokba, és velük is megtörtént volna ez a dolog, tehát zsigereinkbe tovább hordozzuk ezeket a borzalmakat, úgy tűnik, és fontos erről mindig megemlékezni, azóta is évente rendezzük ezt az emléknapot. A haláltáborokban mintegy 1,5 millió ember gyilkoltak meg származása, vallása vagy egyéb nézetei miatt. Nem szabad engednünk, hogy újra ilyen embertelen helyzet alakuljon ki, mondta a megemlékezésen Kővári János. Ez egy jó alkalom arra, hogy a mai együttélés pozitív irányú lehetőségeit is gondoljuk végig, hogy az előítéleteket mindjárt az elején, amikor megszületik bennünk, akkor már próbáljuk meg leküzdeni, és a másik emberre, mint embertársunkra nézni. És megteremteni azt a lehetőséget, azt az esélyt, hogy ők is emberhez méltó életet élhessenek. A képviselő kiemelte, hogy Pécsen egyébként több pozitív kezdeményezés is zajlott az elmúlt időszakban. Példaként említette, hogy 10 évvel ezelőtt indultak felzárkóztatási programok többek között Győrtelepen és Pécsbányán. Komoly eredmények születtek, hiszen több százan juthattak megfelelő lakhatáshoz, munkához, a gyerekek pedig óvodába, iskolába járhatnak, tette hozzá.